Dombóváron a hétvégén megrendezett őszi fesztivált igazi karneváli hangulat jellemezte. A József Attila Általános Iskola több mint 20 éve álmodta meg ezt a rendezvényt, ami mára egy egész várost megmozgató eseményé nőtte ki magát, mondta el a település polgármestere. 20 évek óta úgy Dombóvárod ott van ennek az őszi fesztiválnak. Nyilván, ha őszinték akarunk lenni, ez egy születi fesztivál volt valamikor, de hát nyilván ma már a technika ezt nem teszi lehetővé, és az elmúlt évtizedben egy őszi fesztivál lett. A terményáldás, mint hagyományt, ezt megőriztük, ezért is mindig a katolikus templom elől indul a menet, miután a betakarított terményt a plébános úr megáldja. Az előző évekhez hasonlóan idén is a település katolikus plébánosa Hegedűs János áldotta meg azt a sok termést, terményt, amit felsorakoztattak a Nagyboldogasszony templom előtt. A felvonuló színes kavalkádba pedig a helyi iskolák a település hagyományápoló csoportjai képviseltették magukat. Dombóvártól nem messze, Nagykónyiban is felvonulással ünnepelték a szőlő munka befejeztét, ott népviseletet öltött magára a település apraja nagyja, tudtuk meg a polgármestertől. Mondhatom azt, hogy Nagykonyiban a születi felvonulás a legérdekeltebb műsor, vagy a legérdekeltebb rendezvény az év során. Én azt gondolom, hogy ez a hagyomány ez annyira berögződött a település lakóiba, hogy ezt még tisztelve és a lehető legtöbben a településen részt vesznek belőle. Régmúlt hagyományaihoz mérten mindkét településen mulatozással ért véget a születi felvonulás.